Hát ez egy csodálatos misztérium ám ez, szóval itt nincs mese, hogy itt a szenvedő embertársainknak is azért mondjuk, hogy van értelme a szenvedésnek. A legborzasztóbb, hogyha értelmetlenül szenvedünk, de meg kell keresnünk az értelmét. Nekem is sokszor volt így életemben, hogy hőbörögtem, minden uram, miért csináltad? És utána rájöttem, hogy neki volt értelme, igen, mert azáltal hát egy lépcsővel följebb kerültem. Másnap húsvét vasárnap. Na most hát ugye a húsvét vasárnap, ez a legnagyobb ünnepünk, az öröm vasárnapja. Ugye itt az örömet hirdetjük, a húsvéti öröm kiárad az egész földre. Ugye hát itt a húsvéti örömének nagyon szép a nagyszombat esti liturgia, na itt is na, sok szimbólum van. Ugye? Ott a kereszt volt, ugye a lepelbe csakarták, és úgy tették be a sírba. Na most itt van a nagyszombati szertartásban, hogy kezdődik, hogy a tűzszentelés, ugye érdekes tűz, víz, ugye fény, sötétség, és a többi kenyér, bor, ezekkel benne, hogy a tüzet megszenteli a pap, és akkor a szentelt tűzről meggyújtja egy nagy szép gyertyát, ugye? A húsvéti gyertya. Na most itt is jelképek, minden, hogy ez a gyertya magát Krisztus jelképezi. Nagyon szép. Meggyújtva önmagát fogyassza, és mások számára fényt ad. Krisztus világossága, ugye Istennek legyen hála, tehát ezt így beviszik a fényt a sötét templomba, és akkor, de gyakorlatilag a világba. Tehát Krisztus adott, Krisztus föltámadása adott nekem itt és most értelmet az életemnek, hogy nem dobhatom el az életemet. Nagyon fontos feladatom van nekem. Ugye? De ez a Krisztus világosa, és akkor a templomban gyönyörű öröm éneket, ugye a méhek által gyűjtött vihasz, ugye, és ez van, hogy valójában a bűnt ugye, eltörölve ő a megváltást hozta számunkra. Nagyon szép. Fényt a sötétségbe. Fényt a sötétségbe, és ezért viszik aztán ki a sötétbe, hogy nagyon szép volt ez annak idején, mentünk ki a sötétbe a gyertyákkal, amit azokat a gyertyákat erről a húsvéti gyertyáról, magáról, Krisztusról. Gyújtották meg? Gyújtották meg, vittük ki. Na most itt van az, hogy nekünk is küldetésünk van. Ugyanígy Krisztusnak az örömhírét kell nekünk vinni a világba. Tehát azt, hogy valahol mások számára is hozni ezt az örömet. Nagyon nehéz elfogadni. Hadd mondjak el, közben itt eszembe jutott egy kis történet, itt úgy kezdődök, hogy egy kételkedő gyerek ment a nagy bölcshöz, hogy hát te, neked olyan híred van, hát akkor te be tudnád nekem bizonyítani feketén-fehéren az Isten létét? Ugye? És akkor hát persze a bölcs azért volt bölcs, hogy ne rögtön konyhakész választ adjon neki, hanem visszakérdezett, hogy édes ifjú, hát akkor te meg légy szíves, mondd meg nekem, gondolkozzál, és mondd meg nekem, ha én bebizonyítom fekete-fehéren az Isten létét, akkor te az életedet megváltoztatod? Mert lehet filozofálni. De itt életváltozásról van szó. Ezek az apostolok is akkor megváltoztatták az életüket. Ugye? Találkoztak a feltámadt Jézussal, és ezért ők az életüket adták. Tehát nem sumák volt ez itt, hogy ja, hát lehet, hogy tévedtem, csak úgy vizionáltam. Igen. Nem. Ők ezt határozottan, ugye, és ez csodálatos dolog itt a feltámadás utáni. Na most itt van, ugye, hát itt a másik, ami döntő dolog, hogy nem volt keresztelés az ős egyházban, csak húsvétkor. Na most itt van az, hogy ebbe a húsvéti szentmisébe, a tűz örömének és a többit, a pap megszenteli a vizet, beleállítja a vízbe is ezt a Krisztust, ugye a gyertyát, és ezzel a frissen megszentelt vízzel kereszteltek. Ugye? Hogy valójában itt van a Krisztushoz tartozás, a megkereszteltek, ugye? A keresztség által Isten gyermeke lettem, azaz Jézus testvére. De engem a fogadott gyereket a mennyei atya épp úgy szeret, mint az édes fiát, ugye, Jézust. Tehát a keresztségbe való befogadás, és utána egy hétig hordták a hófehér ruhát, és utána egy héttel később vetették csak le. Tehát itt a húsvétnak ezek a sok szimbólumai, ugye a kivonulásba, a befogadás, a a keresztség, és a többit. Na, nagyon érdekes, még gyorsan azért ezt elmondom, az én örömöm, kedves története a húsvét vasárnapról volt a kérdés, hogy Emmauszba ment húsvét vasárnap, el voltak keseredve ott az apostolok, ugye, és húsvét vasárnap két tanítvány ment Emmauszba, ez egy ilyen 2-3 órás út volt, és hát meglehetősen a nagypéntek hangulatától eltelve, hogy hiába volt minden, pedig azt hittük, hogy ez a Jézus a messiás, ez az, aki megváltja a népet, és megszabadít a bűntől, és mindent ad, és mennek ott lógó orral. Hát mi is szoktunk így menni, ugye depressziósok vagyunk, ez a nyomorú térzés már megint itt van, elkeseredve mennek, és egyszer csak valaki melléjük szegődött. Egy ismeretlen utitárs, és kérdezte, hogy ugyan már, hát akkor szóba álltak most, hogy miről beszélgettek, miért vagytok ennyire letörve? Érteni? Hát te nem tudod, most jössz Jeruzsálemből nagypénteken, az a Jézus, akit mi azt hittük, hogy ő lesz a messiás. És akkor ez az idegen elkezdett mesélni, hát a próféták, Izaiás próféta jövendőlései, hogy ez lesz, és az lesz, és mindennek így kellett történnie, beszél az úton, és beérnek, hát este van már, és a fogadóba jönnek, és szólnak Jézusnak, hogy maradj velünk, mert esteledik. Ugye, döntő dolog, maradj velünk, mert esteledik, és Jézus elfogadja a meghívást. És akkor leülnek az asztalhoz, kezébe veszi a kenyeret, megtöri meg, abban a pillanatban megnyílt a szemük. Ugye? A találkozásnak ez az öröme, és a felismerés, Hogy ő az. Na most nem maradtak ott a vacsoránál, ott hagyták, és pattantak föl, és vissza az apostolokhoz be, hogy találkoztunk a feltámadással. Itt volt, ugye, és elmondták, hogy lángolt a lelkünk, miközben mesélt. Ugye? Hát valahol ezt kéne nekünk is csinálni. Szóval valahol ennek kéne lenni az idei húsvétnak is a találkozás öröme. Hogy mennyire fontos, hogy vegyük észre, hogy Jézus velünk van. Ugye? És a találkozásban fedezzük fel őt, és akkor megtaláljuk az életünk értelmét és örömét. Hogy valójában, hát mi is tudjuk ezt sugározni tovább, mások felé. Ember legyünk az emberek között, az örömhír hirdetői. Ugye említette azt, hogy Jézus húsvétot ment ünnepelni. Igen. Jeruzsálembe, és hát a zsidók is most ünneplik a Pészáhot. Tehát ugye beszélhetünk hogy amit Jézus ment ünnepelni, egy ószövetségi húsvétról is. Hát ez döntő dolog, hát 3000, több mint 3000 éve ünnepeljük, és még mindig nincs vége, igen. És mindig tud újat és újat hozni. Ez tulajdonképpen szabadságünnep. Mert Mózes volt az is érdekes az egész története, Jézus előtt 1200 évvel, 50-nel, ugye ott volt, és hát a népét, amikor már fölnőtt, ugye is vezető volt, a népét a fáraó rabságába látta, ugye, és akkor kapta az égő csipkebokorba, mikor már elmenekült, ott nem mondom el, mert ez hosszú, de nagyon érdekes, a Mózes kosárból, ugye, hogy földnőtt ki, és menekülnie kellett, de és akkor na most, hogy neki menni kellett oda megszabadítani a népet. Nem örült neki, borzasztóan mindent kitalált. Kényelmetlen volt, és akkor jó, ott van melletted Áron, és akkor együtt csináljátok. Na most ott volt, hogy a fáraó hát hajlott arra, hogy elengedje őket a pusztába imádkozni. Az egyik az Istenhez. Ugye ez választott nép volt. Hogy ezek hogy maradtak meg egy Isten hívőnek, a körülötte lévő bálványimádók mellett, hogy ez tulajdonképpen hát 10 csapás volt, ugye, fáraó mindig megingette, hogy kimehettek, elmehettek, de végső soron nem jött, de hiába voltak ezek a csapások. A 10., az elsőszülöttek meghaltak. Ugye óriási dolog, na most itt jött benne, és itt nagyon szorosan kapcsolódik a húsvét, a bárány vérével. Ugye, hogy Mózes kapta Istentől, hogy jó, de a választott népnek az elsőszülöttei megmaradnak. Tehát nincs halál. Ha azt a bizonyos 1 éves bárányt levágjátok, és megeszitek, és megsütitek, hogy egyszerre tudjátok, és a bárány vérével bekenitek, ugye, az ajtófélfát, ott nem lesz halál. Na, Röviden csak, hogy hát egy nagy jajgatás volt, végén adtak minden nekik, menjetek ki a pusztába. Igen, de ott volt megint egy szimbólum, hogy a Vörös-tenger állta útjukat. Ugye a fáraó elengedte, jó, nincs semmi gond vele, majd lesznek újabb rabszolgák. De most mi van? A fáraó csapatai közben elindultak ott a nagy Vörös-tenger, ugye, és akkor Mózes fohászkodott Istenhez, és botjával, ugye, intett, és olyan szél támadt, hogy ketté vált a Vörös-tenger, a víz a szabadulást adta, az életet, és száraz lábbal átvonulhatott a Izrael népe. Ugye, és akkor a fáraó seregeim már, mikor odaértek, összecsapott a két oldalval, ugye, és ott vesztek. Tehát pont Isten az, hogy... bántott, engedte. Hogy szimbólumrendszerében is nagyon hasonlatos a kettő, tehát megszabadítja a rabszolgaságtól, megszabadítja a bűnöktől, a víz, mint az élet, eljutni az ígéret földjére, eljutni a mennyországba, Krisztus országába, tehát hogy nyilvánvalóan nagyon sok párhuzamos dolog van a kettő között. Így van, na hát ha van éppen erről szó, akkor egy picikét megmutatom, és csak annyiban tettem egy ilyen összehasonlító kis dolgot, hogy tulajdonképpen az Ószövetség meg az Új Szövetség, ugye Mózes vezetésével volt az Ószövetség, Jézus meg az Új Szövetség, igen, ugye? Itt voltak, hogy az Izrael népe, itt a keresztény nép hozzá, ugye a Vörös-tenger, a keresztség, a keresztvíz, igen, itt jönnek a párhuzamok, ott felhő, lángoszlop vezetett, itt a Szentlélek vezet. Hőbörögtek, minek hozták ki, nincs mit ennünk, és kapták a mannát, ugye a man, hú, mi ez, és akkor mindig összeszedték, és abból tudtak kenyeret. Na most az Új Szövetségben az oltári szentség van, igen, a Krisztus, ugye, ez van benne, de a szövetség volt a Sínai hegyen, itt pedig Jézus az ő halálában és vérében, Jézus volt az áldozati bárány, az ő vére, igen, az, ami minket megtisztít. Hát csak még annyit, hogy az Ószövetség tárgya volt egy nép üdvösség előkészítése, itt meg az Új Szövetség minden népnek az üdvösségére, ugye? Hát ez van párhuzamba, de hát most is ott van a macesz, ugye, a pászka, és aztán ezt fogyasztották. A kovászatlan. A kovásztalan. Nem volt idő, ugye, hogy betenni a kovászt. Igen. Ugye? És tulajdonképpen ezért van, és maradt is tovább is, itt a gyerekek is nekem itt mondták, hogy de jó, Jézus hol, mert akkor többször ehetünk ilyen pászkát, ugye, és benne vannak vendek. Édes volt most a múlt héten itt a gyerekeknek a rajzai a kereszten, hogy és hát miért csináltad? Hát a kereszten függő Jézusnak az arcát mosolygósra vették. Hát mert ő minket nagyon szeretett, és azért választotta az áldozatot. Ez van. Na, visszatérve, tehát tulajdonképpen itt a megváltásnak az örök élet ígérete, hogy az életünk nem fejeződött be a halállal. Tovább megyünk. Akik bennem hisz, ugye, ha megvan, akkor is föltámadás van, tehát valahol felelősek vagyunk, arra gondoltam, ilyenkor év elején mindig mennek a gazdasági számadások, ugye? És hogy itt az életünk végén nekünk is van számadásunk. Úgyhogy gyűjteni kell itt az értékeket, amit átviszünk, mert a halottas ruhán nincsen zseb, ugye? De azt nem visztjük, de ezeket, ezt a szeretetet, hogy arról ismerjenek meg, és hogy legyen személyes tapasztalatunk és találkozásunk ezzel a húsvétkor feltámadt Jézussal. Ez volna szerintem a legfontosabb üzenete ennek a húsvéti örömnek. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és ezt elmondta, és áldott húsvétot kívánok. Köszönöm szépen, én is mindnyájan örömteli felismerést és találkozást.